A Borsod-Abaúj Zemplén megyei első felnőtt bajnokság 20. fordulójában Szerencsváros Sport Egyesületének futballcsapata a Parasznya SE gárdáját fogadta március 23-án a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen. A kiélezett összecsapáson mindkét csapat keményen küzdött a győzelemért. A szerencsieknek a 13. percben sikerült átvenni a vezetést Tóth Tamás találatával. Azonban a vendégek rövid időn belül kiegyenlítettek, így egy-egyes állással mentek pihenőre a játékosok. A második játék részben folytatódott a kiélezett párharc. A szerencsieknek sikerült felülkerekednie a vendégeken, majd a 71. percben Gombos Ádám talált az ellenfél kapujába, így a hazaiak győzelmével zárult az összecsapás. Végeredmény Szerencs-VSE, Parasznya-SE 2-1. Az U19-es csapatunk Parasznya U19-es együttesét fogadta. Ez a mérkőzés a hazaiak nagyarányú győzelmével zárult. Végeredmény Szerencs-VSE U19, Parasznya-SE U19 7-0.